Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit képviselőtestületi ülésünkön. Az éven ez a 17. ülés, ez a rendes munkaterv szerint ülés. Első határozott képesség megállapítása. Megállapítom, hogy igazoltan van távol dr. Sütő Szilveszter, Kis Attila képviselőtársunk és Danyi László képviselőtársunk. Határozott képesség megvan. A következő feladatunk a jegyzőkönyv hitelesítőjének a megválasztása. Névsor szerint a következő dr. Gál András, javaslom jegyzőkönyv hitelesítőjének dr. Gál Andrást, aki ezzel egyetért, kérem most nyomjon igen gombot. Megállapítom, hogy az öt jelenlevő képviselő egyetértett abban, hogy dr. Gál András legyen a jegyzőkönyv hitelesítője. Napirend elfogadása következik. Kérdezem képviselő társaimat, hogy van-e módosítás az előzőleg kiküldöttekhez. Nem látok jelenkezőt, akkor én magam teszem. Javaslom napirendre tűzni az önkormányzat SMS-ének módosítását, valamint a polgármester illetményének a megállapítására vonatkozó előterjesztések megtárgyalását is. Aki ezzel a módosítással egyetért, tehát hogy ezzel módosuljon ezzel a napirendi ponttal a napirendjeink, az kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy mindenki egyetértett, tehát ez szerint fogjuk a mai ülésünket letárgyalni a módosított napirend szerint. Az első napirendi pont önkormányzat SMS-ének módosítása, előadó dr. Barba Attila jegyző. Kérem, hogy röviden terjessz elő a napirendi pontot. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tényleg rendkívül röviden. Az időközi választás miatt a képviselőtestületben az alpolgármesterek száma 2-ről 1-re csökkent, ez indokolja alapvetően az SMS módosítását. Köszönöm szépen. Jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta, és a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Nem tudom, én kérdezem a bizottságok jelenlévő tagjait, hogy külön-külön nyilatkoznak, vagy együttesen tárgyalták, és együttesen. Együttesen, és akkor Takács István képviselőtársam fogja ismét. Az a véleményünk, elég nekünk egy alpolgármester. Igen, köszönöm szépen, kérdezem a képviselőtársaimat, van-e kérdés, hozzászólás? Megadom a szót dr. Egeli Zsolt képviselőtársamnak. Nagyon röviden, ennek a önkormányzati törvénybeli szabályozásának az a lényege, hogy a polgármester dönti el, ő javasolja, ő indítványozza, az ő indítványa nélkül a testület ezzel nem hozhat döntést. Tehát itt nem lehet módosító javaslatokat beterjeszteni. Ez a mindenkori polgármester szuverén joga, hogy hány helyettest szeretne a testület elé terjeszteni. Annyi ugye a minimum szabály, hogy egynek kötelező lenni belülről, lehetne elvileg külsős is, de ezt a variációt most hagyjuk. Nyilván a megválasztott polgármester akarata fekszik előttünk, ezt kell elfogadnunk és tiszteletbe tartani. Vannak városok, ahol főállású alpolgármester van, ilyen Sárospatak, Sátorajóhely. Szerencsére nem ez a modell működik. Az előterjesztésben benne van, hogy túl azon, hogy az SMS módosításra kerül, ez bizonyos mértékű, hát spórolást is jelent a városnak, hogy ilyen egyszerűen fejezzem ki magam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További hozzászólót nem látok. Akkor röviden néhány mondatban valóban az első gondolat az volt, hogy spóroljunk a városnak néhány millió forintot, mert ez mindig is szempont volt. Természetesen más is volt. Nyilván az ember munkáját segíti valaki, az egy jó dolog.
de így gyakorlatilag egy bő egy évről van szó, amikor is úgy gondolom, hogy a korábbi polgármesterhoz képest én nekem sokkal kevesebb feladatom lesz, hiszen a parlamentben, ezen a téren, hogy a parlamentben nem kell mennem, tehát ilyen elfoglaltságon nem lesz, tehát gyakorlatilag itt vagyok reggeltől estig az elmúlt hetek vagy hónapok tapasztalatát figyelembe véve. Nyilván azt kérem az apparátus munkatársait, alpolgármester urat, hogy mindenbe támogassák maximálisan a munkámat, nyilván azzal, hogy itt vannak és vesznek át a feladatokból. Én magam is úgy gondolom, hogy ezeket a feladatokat így is el fogjuk tudni végezni, egy kicsivel több munkával. Aztán nem zárom ki, hogy jövőre majd újra gondoljuk azt, hogy a választások után mi legyen a helyzet, de az egy másik történet lesz. Úgyhogy ennyi kiegészítéssel én köszönöm szépen a testületnek a támogatását. Szavazás következik. Aki egyetért az SMS módosításával, az kérem most nyomjon igen gombot. Köszönöm szépen. A jelenlévő képviselők valamennyien elfogadták az SMS módosítását. Második napirendi pont, polgármesteri illetmény megállapítása. Megadom a szót dr. Barva Attila jegyző úrnak. Röviden ismertesse, hogy miről van szó. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Gyakorlatilag ezt is törvények határozzák meg méghozzá forintra, hogy mennyi és mekkora összeget milyen lakosságszámnál lehet adni és kell adni a polgármesternek. Ugyanez vonatkozik a költségtérítésére is. A jelenlegi hatályos jogszabályok 5001 és 10.000 fő lakosságszámú települések esetén a polgármesternek az államtitkár 60%-ára, államtitkárnak az illetmények 60%-ára jogosult, mely összeg 598.300 forint, ehhez jön a költségtérítés összege, amely 89.745 forint, ehhez kérnénk a tisztelt képviselőtestület támogatását. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta. A javaslatban szereplő számokkal. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérdezem, van-e valakinek hozzáfűzni valója? Megadom a szót dr. Egeli Zsolt alpolgármester úrnak. Csak a félreértések miatt mondanám, hogy a költségtérítés az természetesen nem a fizetés számlával igazoltan kell elszámolni vele, tehát ne higgye senki, hogy az a fizetésnek egyfajta hát kiegészítése, úgymond, nem egy bruttó jövedelem, hanem ha egy kávé valahol leül vendégekkel egy étterembe, vagy bármilyen ilyen, egy nadrág, egy ing, meg kell jelenni egy öltöny, egy nyakkendő, akkor ez ennek a költségtérítésnek a terhére tudja elszámolni, vagy valami apró ajándékot vesz akkor, és kér róla számlát, ezt így. Tehát ez egy ilyen típusú jövedelem, emellett meg kell oldani a polgármesternek az autó használatát is, erről beszéltünk, és reméljük, hogy rövid időn belül most már a tettek mezejére is mód lesz lépni, mert jelenleg a polgármester úr ugye a saját járművét használja, ennek azért vannak olyan, vagy lehetnek olyan következményei, amit egyikünknek sem kívánom. Én a jó múltkorában például kaptam egy követ az úton, 185.000 forintért cserélték ki az első szélvédőt. Az volt a szerencsém, hogy kaszkó van az autón, és ilyenkor nincs önrész. De ugye nem volt szolgálati autó, tehát szolgálati feladataimat a saját autómmal kellett ellátni. De azt azért nem mondhatom senkinek, hogy legyen szíves teljes körű kaszkót kössön az autójára arra az időszakra, amíg a város érdekében használja. Egy polgármesternek egy ilyen városnak is tudni kell biztosítani tisztességes szolgálati járművet. Köszönöm szépen. Jó, köszönjük szépen. Más hozzászólót nem látok. Egyetlen mondatot ismételnék meg, amit itt a jegyző úr elmondott, hogy ez törvény írja elő ezt az alapilletményt, tehát nyilván ez a minimális alap, amit adni kell egy polgármesternek. Tehát itt is arra törekszik a képviselő testület, hogy a törvény betartsa egyszer,
ami az autót illeti, az teljesen rendben van. Van egy egészséges várakozás, ugye hónapok óta sajátomat használom, ami rendben van egy ideig, de valóban egy városnak adni kell magára, akár ezen a területen is. Köszönöm szépen, ha több hozzászóló nincs, határozatot kell erről hoznunk, az elhangzottakkal egybeértve, aki egyetért a határozattal, azt kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a jelenlevő képviselők 100%-ban egyetértettek az előterjesztéssel. Következő harmadik napirendi pontunk tájékoztató a 60, illetve 90 napon túl lejárt esedékességi szállítói tartozók alakulásáról. Kérem szépen Cakóné Szikszai Orsoly osztályvezető asszonyt, hogy legyen kedves röviden ismertesse az előterjesztés lényegét. Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót, tisztelt képviselőtestület. Az írásban kiküldött anyag részletesen tartalmazza intézményenként, illetve a megadott intervallumokban azokat a tartozásokat, amely a város intézményeinél vannak. Annyit szeretnék igazából elmondani, hogy a legutolsó ilyen jellegű előterjesztés 5.-31-ig tartalmazta ezeket az adatokat. Most ugye egy hónappal vagyunk odébb. Minimális változás történt sajnos csak ebben, inkább csökkent, hál' Istennek. Igyekszünk ezeket a tartozásokat úgy ütemezni, illetve úgy biztosítani a város likviditását, hogy a szükséges kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Jogi és ügyrendi bizottság, valamint a pénzügyi bizottság tárgyalta. És az a véleményünk, hogy amit Orsiki elmondott, fogadjuk el. Jó, köszönöm szépen. Kérdezem a képviselőtársakat, van-e valakinek kérdése, véleménye, hozzászólása? Dr. Egeri Zsolt képviselő úrnak, a polgármester úrnak. Köszönöm a szót, polgármester úr. 2010-es önkormányzati választáson szerepelt egy mondat a egyik jelölő szervezet jelöltjének a szóróanyagába, ami úgy szólt nagyjából, hogy nem engedjük a városba érkező jószándékú befektetőket elüldözni. Hát ezt ugye nem nagyon értettünk, hogy kit akar itt bárki is elüldözni, de a jó szándékú befektető, hát a rossz szándékú befektetőt, tehát ez a fogalom, ez így nem volt teljesen értelmezhető. Hiszen ha valaki munkahelyet hoz ide, akkor felül nem rossz szándékú is lehet, de ha megnyitja azt a 150 fős üzemét. Ami miatt ugye a szőnyeg szélén állunk valamennyien, az egy konkrét adásvételi szerződés ből eredő jelentős tartozás. Ezzel kapcsolatban hagyd mondjam el, hogy ennek a szerződésnek az egyik motivuma a város részéről pontosan ez a jó szándékú befektetés volt. Nem a városnak lett volna igazán prompt szüksége ezekre az ingatlanokra, hanem a kedves eladónak kellett, hiszen a szerződésben az is rögzítésre került, hogy ebből a vételárból, hiszen azért sürgette ennek a szerződésnek a megkötését, hogy legyen önereje fotovoltikus erőmű pályázathoz, önerőhöz, és mindamellett ígérte, hogy két vagy három munkahely is teremtődik ezáltal. Volt kockázat, hogy elő tudjuk-e teremteni a vételárat, de az eladó érdekeit talán egy kicsit túlbecsültük a város érdekeinél, így alakulhatott ki ez a helyzet. A önkormányzat egyébként pályázott földvásárlás támogatására a tavalyi évben, ez nem sikerült, illetve nagyon bíztunk abba, hogy olyan befektető érkezik, aki most már tényleg kifizeti a szigetelőanyaggyár közel 2 hektáros területét, hiszen azt nem azért vásároltuk meg, mert mi akarunk ott beruházni, hanem hogy ezzel segítsük a beruházónak a letelepedését, azzal azonban, hogy ő majd ezt kifizeti a városnak. Hiszen nem kívántunk tulajdonostársak lenni ebben az üzemben. Lehet azt mondani, hogy most, ha azt nézzük, akkor talán
túlzottan optimisták voltunk ebben a kérdésben, de azt tudom mondani, hogy az eladó érdekei nem sérültek. Ma is használja a földet, megkapja a földalapú támogatást, változatlanul, kizárólag ő van birtokban, és azért csúran cseppen a vételárból, tehát egyre kisebb az önkormányzat tartozása. Ha viszont nem tudunk, hiszen itt komoly nagyságrendről van szó, akkor majd le kell ülni és újból átgondolni azt, hogy mit tudunk tenni ezzel ennek a folyamatnak a lezárása érdekében. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, megadom a szót dr. Takács István képviselőtársamnak. Polgármester úr, hát én nagyon bízom benne, hogy az ősz folyamán megoldódik nekünk a problémánk, és erre az évre mi rendben leszünk, viszont a jövőre vonatkozóan én felhívnám a szíves figyelmét mindnyájunknak, hogy a lehető legnagyobb odafigyeléssel tárjunk fel megtakarítási lehetőségeket, elemezzünk a magunk módján, és minden egyes gondolatot adjunk meg a polgármesternek, hogy gyűjtse össze, és a jövőre nézve készüljünk fel arra, hogy ha lehet, akkor egyre erősebbek legyünk anyagilag. Hát ez idő kérdése, hónapokat is igénybe vesz, de készüljünk a jövőre, mert úgy gondolom, hogy erre szükség van. Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok. Egyetlen gondolat, jól látható, hogy és nem akarok visszamutogatni, az a 2-300 millió forint közötti helyi adóbevétel az hiányzik, amit a cukorgyár bezárásával előállt, és azóta a terheink csak rakódtak erre. Tehát az, hogy a dolgozóknak a fizetését, minimálbérét megemelték, ezek olyan terheket raknak ránk, ami előre nem volt látható, de hát azért ülünk itt, hogy ezeket megoldjuk. Valóban egyetértek azzal, hogy továbbra is költségtakarékosan, hiszen itt, amiről az előbb beszéltünk, a gépjármű használat, gépjárművétel, és még sorolhatnám, hogy mi az, amiben igyekszünk példát mutatni. Természetesen ezt az egészet át kell tekinteni, és ennek a szellemében kell élni, hogy továbbra sem dúskál az önkormányzat a földi javakban. Egyetértek, amit a képviselő urak itt elmondtak. Több hozzászólót nem látok, határozathozatal következik, aki egyetért a elhangzottakkal és az előterjesztésben lévőkkel, az kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy minden képviselő elfogadta az előterjesztést. Egyebek következnek. Szerencs város címerének felhasználására vonatkozó kérelem elbírálása. Megadom a szót dr. Barba Attila jegyző úrnak. Köszönöm szépen a szót. Polgármester, a Skander világkupán 2018. szeptember 15-én Verőcén fog indulni a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak és Fogyatékkal Élők Egyesülete egyik tagja, és a versenyzőnek pólókat készítetnek, amelyen szeretnék szerepeltetni Szerencsváros címerét is. Ehhez kérik a tisztelt képviselőtestület jóváhagyását. Jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta. Együtt volt a két bizottság. Értsünk vele egyet. Jó, én úgy gondolom, hogy ez nemes célt szolgál. A várost is reklámozza, kérdezem a képviselőket, van-e valakinek hozzáfűzni valója. Nem látok. Határozathozatal következik, tehát aki egyetért, hogy járuljunk hozzá a címer használatához a fent elhangzott módon, az kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy minden képviselő egyöntetű szavazatával az előterjesztést annak megfelelően elfogadtuk. Következő napirendi pontunk, javaslat a Tatai Zoltán sporttelepen reklámtáblák kihelyezésének engedélyezésére. Ismételten a jegyző úrnak adom meg a szót először. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy van több olyan cég, amely támogatja a labdarúgást Szerencsen, és felmerült annak a kérdése, hogy hogyan lehetne megoldani azt, hogy amennyiben ők támogatják az egyesületet, a Szerencsváros Sport Egyesületét,
és a szerencsés sportot, hogy akkor kihelyezhessenek molinókat, vagy adott esetben ilyen reklámozó táblákat. És gyakorlatilag arra jutottunk, hogy a képviselőtestület hatalmazza fel ezáltal a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Ügyvezetőjét, adja meg ezt a lehetőséget, hogy ő előzetes bejelentés mellett ezeket ehhez hozzájárulhasson. Ezen kívül még arra is van igény, hogy bizonyos vállalkozások kitelepülhessenek kereskedelmi tevékenység folytatásához, nyilván ők viszont ellenérték fejében tudnának oda kitelepülni, és ez az egész téma azért került most ide, mert úgy látjuk, hogy nagyon sokan érdeklődnek a szerencsilabdarúgás iránt, és ezáltal is tudnánk egy kicsit tovább fejleszteni ezt a vonalat. Egyrészt, másrészt pedig eleget tudnánk tenni annak is, hogy akik komoly TAU-s pénzekkel vagy egyéb módon támogatják a labdarúgást, hogy szerepelhessenek, láthatóvá váljanak, hogy kik azok, akik támogatják. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Tárgyalta a jogi és ügyrendi és a pénzügyi bizottság. És az a véleményünk, adjuk meg a jogosítványt Takács Pistának, mint ügyvezetőnek, hogy intézkedhessen. Köszönöm szépen. Nem látok hozzászólót. Én magam, mint a sportegyesület elnöke mondanám, aki a TAU-val támogat, azt nem lehet reklámozni. De ha van egy olyan cég, aki amellett, még a TAU-ja mellett ugye, támogat bizonyos összeggel, akkor az már más kérdés, mert ez egy másik féle támogatás. Ha pedig ez a kettő egybe esik egy céggel, azt már nem tiltja a törvény, hogy az egybe legyen. Természetesen van olyan is, aki nem támogat a TAU-val, hanem csak támogatja a labdarúgást. Ha tetszik, hanem a városban még mindig a legnépszerűbb. Az első hazai mérkőzés Ózda ellen volt, és körülbelül 500 Észak-Magyarországnak a adatát mondom, körülbelül 500 néző volt, ami én úgy gondolom, hogy a városban egy igény, tehát ennyi embernek a igényét, kultúrát, szórakozását figyelembe kell venni. Évek óta kérik, hogy legyen ott elárusítás, egy üdítőt, egy szendvicset, amit egyébként egy sportmérkőzéshez hozzá tartozik, lehessen megvásárolni. Ennek teremtettük meg, tehát a reklámnak és a egyéb kultúrát szórakozásnak a feltételének a javítását. Megemlíteném, hogy szeptembertől van hangosítás, vagy mostantól a bajnokságtól van hangosítás. Tehát igyekszünk egy olyan, ugye tavaly megcsináltuk a lelátót, igyekszünk az emberek érdekébe kiszolgálni őket, nem akarok hosszasan erről beszélni. Talán ennyit, amit az egyebekben akartam tájékoztatni a testületet, hogy beadtunk a belügyminisztériumhoz egy támogatásra igényt, mivel szükségünk van a 9 vagy 10 foci csapatunk mellett egy másik tartalékpályára, és örömmel jelentem, hogy pozitív a visszajelzés, tehát azt a bizonyos összeget, amit korábban a testület már elfogadott és megszavazott, mert önrésze is van, azt megnyertük, tehát tovább fog épülni és bővülni. Mondom, 9 csapat egyszerre nagyon gyakran előfordul, hogy 2-3-nak kéne egyszerre játszani, és nem megy. Valamint a Bozsik programban részt veszünk, és a Bozsik program kifejezetten megfenyegetett bennünket, hogy elviszik, hogyha nem csináljuk meg ezt a pályát. De erről a későbbiek folyamán nyilván majd tájékoztatást fogunk adni ennek a menetéről. No, aki az előterjesztéssel egyetért, az kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a képviselők valamennyien elfogadták az előterjesztést. Következő napirendi pontunk, Szerencspatakon lévő 3 zsiliptáblás duzzasztómű használatának biztosítása. Megadom a szót ismételten dr. Barba Attila jegyző úrnak. Köszönöm szépen a szót. Polgármester úr, a 3 zsiliptáblás duzzasztómű gyakorlatilag fel lett újítva. Ez volt a képviselőtestületnek is az elvárása. Jelentem, ez megtörtént is. Szépen meg is csinálták, viszont természetesen a környezetét is rendben kell tartani, ami folyamatos munkát igényel. Tehát itt a zsilipre gondoltam természetesen, és a zöld felületnek a rendbetétele, folyamatos karbantartása, valamint az áteres tisztítása is állandó munkát igényel. Ezzel kapcsolatosan a Szerencsi Polgárő Egyesület azzal a megkereséssel fordult hozzánk, az önkormányzathoz, hogy átvállalná ezt jelenleg a Városgazda Nonprofit Kft-től. Gyakorlatilag
Azt szeretném kérni most a tisztelt képviselőtestülettől, hogy ehhez járuljon hozzá, és amennyiben ez megtörténik, akkor mi majd kidolgozzuk az együttműködés feltételeit, ezt követően pedig akkor módosítanunk kell a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos dokumentációt is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Természetesen, amiről majd a képviselőtestület tájékoztatni fogjuk erről a módosításra. Jó, azt mondja, hogy jogi és ügyrendi bizottság tárgyalta, összevonta tárgyalat. Együtt voltunk, az a véleményünk a Gyukodóra Jánosiknak, annál is inkább, mert ő neki ez az édes gyermeke, még cukorgyárista korából csinálta a zsilipet, és ő tudja, hogy mit kell csinálni, adjuk csak volna neki, mert akkor rendben lesz a környezete is a zsilipnek. Köszönöm szépen, kérdezem képviselőtársaimat, megadom a szót dr. Egeli Zsolt alpolgármester úrnak. Köszönöm szépen, polgármester úr, így ahogy elnök úr mondta, egyedeményezte, már nem most, tehát ez már régebbi történet, hogy jó gazda gondosságával tudják azt a környezetet rendbe tartani. Én nagyon remélem, hogy ez ugyan az első fecske, de másba is felébredhet valami, hogy ezt az egyesületet az alapcéljai okán támogatja a város. De mi ránk is ránk férne egy kis támogatás, tehát ez a fajta gondolkodásmód, hogy visszaadni valamit ennek a városnak, és ebben a polgárőröknek ez a kezdeményezés, ez példamutató. Én remélem, hogy mások is fogják követni a példájukat. Nem arra gondolok, hogy a hivatalt átvennék, hanem más olyan tevékenységet esetleg besegítenének, amire ma jelentős költségeket áldozunk. Én például nem látnám ördögtől valónak, ha a szakmai vezetés profizmusa mellett mondjuk az egyszer megnyíló cukorgyári emlékmúzeumba egykori gyáristák társadalmi munkába kalauzolnák a vendégeket, és nem kellene főállású alkalmazottakat ezen okból felvenni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más hozzászólót nem látok. Kettő gondolatot szeretnék mondani. Ez egy felelősségteljes munka. A Polgárőr Egyesület az elmúlt években bizonyította, hogy felelősségteljesen mindig lehetett rájuk számítani, és komoly dolgokban is lehetett rájuk számolni. Tehát az, hogy hogyan legyen a Szerencspatakon a víz kormányozva, arra oda kell figyelni. Az nem egy vállalás, aztán majd, ha esik új puffan, gondolom valamennyi képviselő garanciát járt abban, hogy Olá János és az általa irányított civil egyesület erre alkalmas lesz. Természetesen abban a bizonyos alapszabálymódosításban, vagy ami szabályozza ennek a pontos modus vivendiét, azt majd pontosan le kell írni, hogy nekünk garanciáink legyenek, hiszen mi ezért is felelősek vagyunk. Egy-kettő feltett szándékunk, hogy azt a területet, ott egy kultúrált, szintén a szerencsiek számára szórakozás, kikapcsolódást nyújtó, mint ahogy ha valaki visszaemlékszik a 60-es, 70-es évekre, ott majdhogy nem tömegek emberek sokasága. Én, mint kisgyerek jártam a nagybátyámhoz, és ő itt mindig a Szerencspatakra horgászni. Én emlékszem, hogy ott rendkívül sok ember viszonylag kultúráltan. Tehát rendbe is kell tartani, az Egyesület erre is bejelentkezett, hogy ők ezt rendbe tartanák társadalmi munkába. Ez sem kis dolog, hiszen ha megnézzük a három tónak és a pataknak az állapotát, akkor az utóbbi időben eléggé elhanyagolt volt. Én megoldva látom ennek a jövőjét, látom abban, ha ők ennek a kezelését megfogják. Még egyszer mondom, a mi számunkra is elfogadható szabályozott körülmények között meg fogják kapni ennek a lehetőségét. Jó, megadom a szót dr. Takács István képviselőtársamnak. Csak hogy tudjátok, a úgynevezett kettes telep, amelyik először még a Kelemen Jánosé volt, most már több embernek, vállalatnak a tulajdona, a tűzivíz készlet a Nagypatakra épül. Ott vannak a kiszívó zsombok, és azok most a levegőben vannak. Tehát őnekik biztosítani kell a törvény szerint a tűzivizet, tehát a Nagypatakot nem is lehetne leengedni. Még csoda, hogy nem szóltak nekünk, hogy erre vigyázzunk, mert akkor őnekik ugye ez problémát jelent. Ez törvény írja elő.
hogy ott van a kivételi hely, és néha-néha le van engedve, és hogyha ne adja a jó Isten, van nagy baj van, akkor nagyon nagy baj van, és biztos, hogy megütnénk a bukánkat. Mi, mint város, hogyha leengedjük ezt a vizet. Igen. Köszönjük szépen. Egyébként a Zsilipnek a felújítása pályázati pénzből történt, és elkészült. Tehát a nagy probléma az volt, hogy az évtizedek alatt tönkrement ez a Zsilip, de megtörtént a felújítása jó minőségben, úgyhogy innentől kezdve rövidre fogjuk zárni, hogy a vízszint az emelkedjen és szabályozott legyen. Köszönöm szépen. Nem látok több hozzászólást. Határozott hozatal következik, aki az elhangzottaknak és az előterjesztésnek megfelelően elfogadja a napirendi pontot, az kérem most szavazzon igennel. Megállapítom, hogy a jelenlevő képviselők egyöntetű szavazatával elfogadtuk az előterjesztést, határozatot. Következő napirendi pont együttműködési megállapotás megkötése. Szintén adom a szót jegyző úrnak. Parancsolj! Köszönöm szépen a szót, polgármester úr! Arról van szó, hogy a Szerencsi Tankeredi Központ által működtetett kollégium felújítás alatt van. A felújítás előreláthatólag elhúzódik, tehát még néhány hónapot legalább igénybe vesz, mire elkészül, viszont a gyerekeket addig is el kell helyezni. Ezért a gyerekek elhelyezése két helyen valósul meg, egyrészt a diákszállón, másrészt pedig a vár diákszállón, tehát ez a két helyszín, ezen a két helyszínen. Most az együttműködési megállapodásunkban benne van eleve, hogy a várat nekünk erre a feladatra biztosítani kell, viszont most megnövekedett létszámról van szó, 40-44 gyermek várható körülbelül ebben a létszámban kell őket a várban elhelyezni, és természetesen a rezsiköltséget megtéríti a Szerencsi Tankerületi Központ, amit a megnövekedett használatot illeti, ehhez kérnénk a megtisztelő hozzájárulását a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Bizottságok tárgyalták. Tárgyalta a bizottság, és azt mondja, hogy adjuk oda a igen, diákszállói célra. Jó, köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársaimat. Én úgy gondolom, akkor mondanám én, hogy egy ilyen szerencsén lévő, nem kevés embert foglalkoztató, állami fenntartású szervezettel nekünk jó kapcsolatot kell ápolni, éppen azért, mivel szerencse egy körzetközpont, ezt erősíti az oktatás vonalán is ez a dolog, és azt hiszem, hogy a kölcsönös előnyök mellett kell, hogy működjünk, kölcsönösen kell egymást segíteni, és akkor az a mindenki jól jár, tehát nem egymást lerontani, hanem egymást erősíteni. Ezt úgy nevezik a lajtán túl, hogy szinergia egy idegen szóval, és erre törekszünk, és erre megvan az igény a Szerencsi Tankerületben, hogy hova tovább, ma Csokoládé Fesztivál kezdődik, és 49 településről lesznek itt, 49 iskolából lesznek itt képviselők, akik nyilván szerencsére jönnek, egy központba jönnek, ahol két dologról van szó, egyrészt a gasztronómiájukat mutassák be, tehát főznek abaúji, zempléni, szerencs környéki ételeket, nagyon jó a gyerekek, gyerekkorban ezzel megismerkednek, és az iskolájukra jellemző főként néphagyomány, néptáncra vonatkozó előadásokat fognak röviden tartani. Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen jó. Ennél eklatánsabb példája, hogy együttműködünk és támogatjuk egymást, ez belekerül a tankerületnek is egy kis pénzébe, hogy behozza ezeket az embereket, előkészítő főznek nekünk is, a Csokoládé Fesztiválnak is, de ez erősíti azt, hogy szerencs egy körzetközpont legyen. Ugyanezt tudom elmondani a szakképzési centrummal kapcsolatban is, tehát igyekszünk kölcsönösen egymást támogatni, és én úgy gondolom, hogy ez követendő, és ez jó dolog. Jó, aki nem látok több jelentkezőt, aki mindezekkel egyetért, kérem, most nyomjon igen gombot. Megállapítom, hogy a jelenlevő képviselők valamennyien elfogadták az előterjesztést, illetve ezt a határozatot. Egyebek következnek, vagy különfélék következnek.
megadom a szót, úgy látom, jegyző úrnál vannak felírva képviselő alapokról való döntés fog következni. Tessék, jegyző úr. Van, polgármester úr, két felajánlás érkezett hozzám. Az egyik dr. Korondi Klára képviselőasszony, egyházit a Szerencsére Rászorultakért Alapítvány, egyet a Hegyaljai Alkotók Társulata, egyet pedig a Szerencs Idősek Otthona ellátottaiért alapítvány javára kíván felajánlani, ehhez kérem a támogatást. Köszönöm szépen. A másik pedig dr. Egeli Zsolt, alpolgármester úr, július havi alapjából 20 000 forintot a Nyárutó Egyesületnek, 30 000 forintot pedig a Szerencs Idősek Otthona ellátottaiért alapítvány javára kíván felajánlani. Megállapítjuk, hogy a képviselők valamennyien egyetértettek a alap felhasználásával. Kettő, csak röviden, augusztus 20-ai ünnepség volt, én úgy gondolom méltóképpen sikerült erről megemlékezni. Megtörtént a új polgármesternek az eskütétele. Én úgy gondolom, hogy akik jelen voltak, azok valamennyien egyszerre tudtak emlékezni Szent István királyunkra, és átérezni azt, hogy az ország ezer éves történetében mindig is fontos volt akár az országnak, akár a városnak a vezetése, és az egy megtiszteltetés, és egy fontos dolog, hogy hogyan és miként halad egy ország, hiszen az ország akkor tud haladni, ha a városok, települések, falvak tudnak haladni. Én szeretném megköszönni mindazoknak, akik jelen voltak és megtiszteltek azzal, hogy elfáradtak a ünnepségre, illetve az eskütételre. Hál' Istennek elég sokan voltunk. Az augusztus 20-ai ünnepség sorozatoknak több rendezvénye is volt, amely főként egyházi események voltak, amelyen szintén igyekezett a város, én magam is képviseltetni magát. Az eseményekről ennyit, a közelgő eseményekről pedig annyit, ugye, hogy mint már említettem, ma elkezdődik a nulladik nappal a Csokoládé Fesztivál, vagy az első nappal, nem is nulladék nap. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy 7 óra fél 8-tól a nyárátszeredai testvérvárosunknak a Bekecs nevezetű néptánc együttese fog fellépni, ami gyakorlatilag hát a határon túli magyarok, az erdélyi magyaroknak a sorsát kívánja egy táncjátékon keresztül bemutatni. Az idén 100 éves a gyulafehérvári határozat, ahol ugye a románság ezt ünnepként éli meg, a magyarság kevésbé. Nyilván mi a magunk módján szeretnénk kifejezni, hogy mi erről a véleményünk. Hát például ez a táncjáték a számomra, ez a táncszínház által előadott táncjáték erről is fog szólni, és természetesen már ma elkezdődnek a zenei rendezvények. Kérem a megértését, aki a belvárosban lakik. Egy ilyen fesztivál mindig is kis kellemetlenségekkel jár, hanghatások vannak, tűzijáték lesz vasárnap este, a megnövekedett forgalom. Én úgy gondolom, hogy ez városmarketing szempontból, hogy ez a fesztivál megrendezésre kerüljön, nagyon fontos mindenkinek, úgyhogy ezt a kis kellemetlenséget kérek, hogy viselje el, és meg is köszönöm előre, hogy ezt megteszi az ebből fakadó kellemetlenségeket. Elviseli, és természetesen jó szórakozást kívánok mindenkinek. Azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna elmondani. Különféléken belül, akik szeretnének hozzászólni, most kérdezem dr. Takács István képviselőtársamnak, adom meg a szót. Szépen, polgármester úr, örömmel hallottam, hogy lesz egy új, lehetséges megcsinálni egy új futballpályát. Na mostan, hát ott tereprendezést kell végezni, melorizációt kell végezni, és akkor most lehetne lehetőség arra, hogy a volt cukorgyári területen felgyülemlett nyesedéket, szerves anyagot
akár talajjavítási célból is felhasználnánk erre a területre, ezzel most már foglalkozni kellene. Mert pont aktuálisá válik. Igen, ennyi. Köszönöm szépen, remek gondolat, mi magunk is így gondoljuk, hogy ezt Igen. így kell csinálni, és így fogjuk csinálni természetesen. Azzal rendbetéve a ipari park pályá, elnyert ipari park pályázat a cukorgyár területén már elkezdődött, és ennek egy része, hogy úgy adjuk át a területet a pályázat számára, hogy az minden szempontból megfelelő legyen, és itt pedig évek óta dolgozunk ezen, hogy ez megvalósuljon. Ehhez a város gazdának megvan mindenféle engedélye, és én úgy gondolom, hogy ez így működni fog. Következő hozzászóló dr. Egeli Zsolt képviselőtársam. Köszönöm a szót, polgármester úr. Nagyon röviden a július 26-28-i a erdélyi testvérvárosunk, illetve az ottani kistérségi társulás meghívására utaztunk 8-an. A útról fényképeket, illetve egy rövid tudósítás megjelent a szerencsi hírekben. Én szeretném ezúton köszönetünket kifejezni a eszeinek, hogy kölcsön adta a mikrobusz, hiszen a önkormányzat nem rendelkezik ilyen több személyes járművel, illetve lassan már személygép járművel sem. Nagyon szeretném megköszönni Eker Róbertnek, aki a vezetésben segédkezett, és végül, ha ma sok szó esett a pénzről, akkor elmondanám, hogy a gépkocsi kopását nem számítva 80 ezer forint volt körülbelül az útnak a önköltsége, tehát 10 ezer forint per főből kijöttünk. Meglátogattuk az egyik testvértelepet. Hát, ugye ott nagyon érdekes a közigazgatás. Vannak társult települések, Székelyből is ilyen, de egy közigazgatás van, tehát egy polgármester, egy hivatal. És ilyen Székelyből is, ez egy echte magyar kis község, két román falu mellett, ami csak azért érdekes, mert az előregedett településen javába újítják fel a római katolikus templomot a magyar állam, illetve a magyar adófizetők segítségével. Jó volt látni azt a büszkeséget, ahogy az idős atyafik a templomuk megújulását, ott volt egy állandó, hát nem mondom, hogy felügyelő, de egy hívő, aki állandóan az építkezést a helyszínen követi nyomon. A reformátusoknál már kicsit rosszabb a helyzet, ott le kell bontani a református templomot, az már totál tönkrement. Hát, hogy aztán lesz-e másik, vagy sem, azt nem tudom. De hogy Románia is, és Erdély is gazdagszik, az biztos, mert ez a hát olyan 10-12 kilométerre lévő, már Nyárádszeredától 10-12 kilométerre lévő, ennek nagy része földúton lehetett eddig megtenni, ezt most leaszfaltozzák, ezt a 10 kilométert, tehát látható, hogy ott is haladnak előre. Még egy dologgal szeretnék foglalkozni. Nem mondom, hogy én vagyok a becsületes megtaláló, és azt sem mondom, hogy leadom ezt az étkészletet a polgármesteri hivatal találtárgyak osztályára. Ebből több mint egy tucat volt egyéb rekvizitumokkal együtt kidobva egy nylon zsákba itt a polgármesteri hivatal háta mögött. Nyilván valamelyik turista csoport felejtette el. Azt azonban felejtette ott az úton a szemetes alá téve, mert hogy a szemetest azt már ugye teletették. Nincs azzal semmi baj, ha este a fiatalok ott ülnek és szórakoznak. Az már nagyobb baj, amikor reggel üres üvegek, 2 kiló makuka marad utánuk. Úgy látom, hogy a közterület használatának a tisztelete, beleértve a szemetelést is, egyre alacsonyabb színvonalon van, és nekünk ezen a dolgon most már muszáj változtatni, legalábbis a jövő évre mindenféleképpen. Erről már beszéltünk polgármester úrral, Lézi úrral, hogy csak öntudatra nem lehet építeni. Nyilván a jelenlegi keretek viszont nem teszik lehetővé a szorosabb ellenőrzést, tehát nekünk a közterület felügyeletünket létre kell hozni, és ez alól nincs mentség. Aki megnézi mondjuk a Szerencsi Állami Gazdaságnál lévő buszmegállót, de bármelyik buszmegállót
mondhatom, rendkívül koszos, eldobálják az emberek. Nincs takarító személyzet, tehát nem arra lett kitalálva a közmunka se, ott is komoly létszámgondok vannak. Ez az állapot, én azt hiszem, hogy senkinek nem jó. Sajnos, ugye, azt nem mondom, hogy egyre több az elhagyott ház, de ott, ahol nem laknak, ott az árok is takarítatlan, tele van szeméttel. Tehát ezeken a dolgok mellett mi nem mehetünk el, itt cselekednünk kell. Lehetne tudatmódosító kampányt, és az is fontos persze, hogy megjelenjenek cikkek, de sajnos ott tartunk, hogyha nincs egy kis fenyegetettség, nincs egy kis retorzió, akkor azt gondolom, hogy ez kevés. A napokban egy flakon lebegett ott a házunk előtt, na mondom, felveszem, kinyomom, bedobom a szelektívbe. Hát benzin volt benne korábban. Tehát nem dobhattam a szelektívbe, de úgy elgondolkodik az ember, hogy valaki egyszerűen a nyílt utcán a benzines flakonját miután kiöntötte, eldobja. Vagy lesodródik a teherautójáról, nem tudom. De egyre jobban látni azt az eldobált élelmiszercsomagolásokon, hogy lazul a társadalmi rend és fegyelem, márpedig mi úgy szeretjük a mi városunkat, ha nem csak virágaink vannak, hanem tisztaság is van. És aki ezeket a közösségi együttélési elveket nem tartja tiszteletbe, rengeteg cigarettacsiket látni például a buszmegállók közelébe, akkor azt gondolom, hogy lépnünk kell is erre. Most csak azért kértem szót, hogy akinek egyáltalán eljut a füléig, hogy próbáljon egy kicsit változtatni, próbáljon átgondolni, hogy ő vajon a lakásánál ezt csinálná-e. Aztán ha az a válasza, hogy igen, akkor az a kerítésen belül az ő dolga, a kerítésen kívül pedig nekünk is van felelősségünk abban, hogy ez ne így legyen, és ezen a területen változás legyen. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Amennyiben nincs több kérdés és hozzászólás, akkor az ülésnek ezennel véget vetek. Köszönöm szépen a aktív részvételt.